mi öröcs, nem tudsz aludni? Semmi, semmi, csak erre jártam, nagyon... Vigy csak le! Nagyon fáj, nagyon fáj. Nem szeretném. Nagyon szorított, léci, léci. Na mi van? Léci, léci. Semmi, semmi. So let's live now, say sorry later, go all out, nothing to be afraid of, it's okay, just take a chance on me. Whatever's on their mind, I set my own limitations. If they say that you are wrong, that you've been right all along, they say that you're an imitation. So listen to the rhythm of your heart now. Listen to the rhythm of your heart. 'Cause the beat of your heart is the beat of a drum that will sound out for. Köreget kívánok! Szia! Köszönöm, viszontlátásra! Emelj fel a kezed, léci! Valami baj van, Csabikám? Nem, nincs semmi, tanárnő. Nincs nálad semmi, amit nem itt vettél? Nincs. Valami ruha, amit mostanában vettél? Bocsánat, talán. Miért kérsz bocsánatot? Semmi, elnézést. Amit mostanában vettem? A kabátom. Add ide, léci. Akkor ez az. Ezek szoktak besimpolni. Rendben. Akkor mehetek? Igen, mehetsz. Köszönöm. Mi készül, Csabikám? Bombon. És milyen? Konyakmegyet akartam, de rájöttem, hogy lehetne mogyorós zselés is. Szia. Viszlát. Ha kiszórakoztad magad, akkor abba is hagyhatod. Jó. Jó, hogy szólok. Na, már ki is. Na, ne legyél irigy. Nem hiszem el, hogy kiraktak. Komolyan ez már túlzás. De nyugi, csak velem meg valami haverjával osztotta meg. Igen, a Somával. Ja, egyébként ilyen harcsabb hajszod van ezen a rajta. Állati vicces vagy, tényleg. Terv nem volt rossz. Igen, csak a kivitelezés. Azt bebuktam. Mi csinált? Elkapta a kezed? Szerintem kitalálhatod. De én részleteket akarok. Erős, igen. De nem baj, mert felgyúrom magam és visszakapja. 2-0 oda? Innen szép nyerni. Ja, meg innen nehéz is. Ízd rám, én majd fordítok. Tavaszi szél, vízet árasz, virágom, virágom. Na, hadd halljam már. Te. Ez reménytelen, a vége az órának.
tanárnő? Igen? Én csak azt szeretném kérdezni, hogy... Hogy mikor jöhetnél az énekarra, ugye? Hányszor mondtam, hogy gyere? Hm? Mióta mondom neked? Éveleje óta? Igen, de most... Meggondoltad magad. Ugye? Nagyszerű. Igen, biztos nagyon-nagyon jó az énekkar. De örülök, hogy ezt belátod. Na, akkor első héten úgy három énekkar, az belefér? Hm? És még valami. Nagyon mérges lennék, hogyha más miatt kerestél volna meg. Nem ezt tervezted? Persze, nem. Nem. Na, azt nem hiszem el. Tessék? Adj egy át! Na, egy tiszta zenei át, gyerünk! Na, ez egy hamis á. Mit jelent? Az, hogy nem mondasz igazat. Bocsánat, tanárnő, nekem most mennem kell. Bocsánat, vicceltem. Nem tudtam kínálra, hogy tudom, hogy mi miatt jöttél, és hát egyértelmű, hogy nem az énekkar miatt. Ugye? Bocsánat, de én most semmit nem értek. Ja, nyugodj meg. Törner tanár úr említette, hogy mennyire fogsz izgulni emiatt. Csak akartam, hogy tudod, hogy nem vagyok itt szörnyetek. Kicsit túltoltam a biciklit. Szóval hallottam, hogy kiválasztottak egy meghallgatáson, ugye? Igen, és én emiatt szeretnék. Na, válaszom, igen. Segítek neked. Ugye nem jelentkeztél az énekarra? De hát nagyon tehetséges vagy. Tényleg? Nem. Dehogy nem. Csak hát rossz a humorom. Megint picceltem? Jaj, Istenem! Öcsédéket egyáltalán beengedik ide? Hát ezt én sem értem. Havarom mondta, hogy itt voltak, ezért mondom, feljövök, hát ezzel akar okoskodni. Te komolyan az öcséddel versenyzel? Nem, csak megmutatom, hogy hol a helye. Azért elég kemény a kis csávú. Ha ilyen nem kerek fel, most elég para képek terjednének rólam. Miért szerinted a mostani képeden lehetne rontani, papi? Nagyon vicces vagy. Hogy nézel ki egyáltalán? Ezt anyád vette ezt a ruhát? Hagyjál már! Szerintem elég fullosan nézek ki így is. Úgy találtam nála egy szúrólapot innen. Ezért mondom, feljövök, felcsapatom magam a topista élére, és én leszek a király. Jó, hogy nem valami sminkes szúrólapot találtál volna nála. Hidd el, hogy abba is szétverném. Tegnap elég sokat gyakoroltam az arcán. Látod a képet? Nem, majd mutasd meg. Majd megmutatom. Figyelj, ezt lenyomjuk, utána menjünk, mert holnap reggel meló. Aj, ne már! Oh! Csináljunk már valami normális munkát inkább. Mit? Nem tudom, mondjuk... Énekelhetnénk. Mire gondolsz? Papa! 1000 éve cimbik vagyunk. Igen, és? Előttem nem kell titkolulszod. Mi van? Semmi, csak láttam az arcod, amikor bejött a leventei tanárnő. Mi volt az arcommal? Várjál, tudod, hogy néztél? Hát valahogy így. Ilyen fejet te szoktál vágni, papa, nekem még életemben nem volt ilyen bomba ábrázatom. Hagyjuk már! Na, de ő az! Vele estél? Mi van? Papi! Mondd már el! Figyelj! Ez nem is értem, hogy ezt honnan jött neked. Miért estem volna bele? Ez egy tanár. Egy tanárnő. Aki azért valljuk be, elég fullosan néz ki. Jó, figyelj, ennyit igazából nem ér nekem azt, hogy nem alszom. Akkor holnap talít. Várjál már, nyomjam le. Na, adhatok egy tanácsot? Te nagyon muszáj. Engem egyáltalán nem zavar, hogyha beleestél. Az se, hogyha nem. Csak nekem nem tetszik. És jó, jól néz ki. De most emiatt nem kell előttem titkolóznod. De nem vagy normális. Hagyjuk most már. Most már pszichológusnak készülsz? Nem. Csak felülem ez tök oké, és nyomjad, hajrá.
Na jó van, papa. Mivel már úgy is megy a játék, azért ezt még lenyomom. De az, amiről beszélsz, egy baromság. Aha, szóval beleestél. Futhatnánk el közelebb is együtt. Nem tudom, hogy bírnád a tempót. Majd meglátjuk. I don't ever wanna go home. I just wanna stay up all night. We got the whole world to roam. About to take flight, we getting higher, yeah. We getting higher, yeah. We getting higher, yeah. And now we high up, I don't wanna come down, hey. I don't wanna come down, and now we high up, I don't wanna come down, hey. I don't wanna come down, yeah. Na, milyen? Ugye most csak viccelsz. Miért mondod ezt? Mira, te összekevered a műfajokat. Nem reklámozni menjünk a lovakat, hanem megülni. Jó, én csak emelek rajta egy szintet, meg amúgy is szexi megülni egy lovat egészen más. Szerintem most senki nem fogja figyelni. Sosem tudhatod. Hát azért elég gyakran járok lovagolni. Lehet, hogy ebben a világban kicsit jobban otthon vagyok, mint te. Persze, simán igazat adnék. Csak tudod, engem már nagyon sok helyzetbe felfedeztek. Mondtam már, hogy szerepeltem egy videóklipben? Nem, azt még pont nem. Akkor elmesélem. Hát igazából egy kis zenekar volt, soha nem futottak be, de amikor megkérték, hogy legyek benne, tudod, hol voltam pont? Na, mesélj. Macska kaját vettem, úgyhogy nekem nem mondd, hogy dobaglás közben nem fedezhetnek fel. Jól van, rendben, akkor gyere olyan ruhában, amiben felfedezhetnek. Na, tudtam, hogy a végén belátod, hogy igazam van. Én inkább úgy mondanám, hogy nekem teljesen mindegy, hogy mivel fogsz leesni a lóról. Jó, akkor gyere szűknadrágban. Csak ne ennyire. És a felsőd is legyen valami kényelmes, amiben tudsz mozogni, a vállad, a derekad. Hát meg hogy legyen rajtad valami fogás. Milyen fogás? Amivel fel tudlak emelni a porból. Mekkora a poén a porból, szóval szerinted én lefogok? Ó, lehet, hogy a trágyából. Hát ki tudja, hogy hová esel. Jó, akkor mondd, hogy milyen egy trágyába eső suha, csak... csak léci, ne úgy nézzek ki, mint egy ázott mohikán, hanem inkább, mint egy szőke pocahontász. És amúgy vannak ott fiúk? Ja, ott van Jenő bácsi. A nyugdíjas éjjeli őr. Ő fiú. Ugye, most csak ugratsz. Jó, van, oké, vannak fiúk. Majd meglátjuk, hogy mennyire jönnek be. De, Mira, a lovaglás azért ennél sokkal több. Amikor egy ilyen gyönyörű élőlény hátán, összhangban a természettel, hát... Ez... Ja, vágom, tudom. Természet, összhang, fiúk. Na, és jaj, nézd! Amúgy, milyen bőrkesztyűt vettem. Te hallod egyáltalán, amit mondok neked? Persze, de kesztyű csak kell, nem? Mert tudod, van az az izi, ami kilóg a lúztájából, nehogy felsértse már a kezemet. Hát, te hülye vagy. Mindig az a jó fiú, aki nyel, jól teszed, ha megeszed, amit kell. Hidd el, hogy csak így lehetsz te a végén, valami Csabika. Gondolom, kitaláltátok, hogy mit fogok csinálni. Bombont! Most megmutatom, hogy hogy készítem el. Szóval most elkészítem a bombonokat, először is a darált kekszet fogom belerakni, utána egy egész vajat, porcukor, most jön hozzá a kakaópor, és most ezt az egészet jól össze fogom gyúrni. Ezt bármikor elkészíthetitek, nem kell hozzá begyújtani a sütőt, készíthetitek barátnak, barátnőnek. Ahogy a kakaópor, a vaj, a porcukor és a keksz elelegyedik egymással, az valami fantasztikus. Itt van a masszánk, és korongokat gyártok belőlük. Belerakok a közepébe egy darab magazott medgyet, hogyha nem szeretnétek fogorvoshoz menni természetesen. Kis golyókat gyúrok belőle, voilà! Még csinálok egy párat, és utána megmutatom, hogy hogy kell díszíteni. Köré rakok mandulát, nyakon csurgatom olvasztott isteni csokival.
Látjátok, milyen gyönyörű? És most az egészet meghintem kókusszal, így. Parancsoljatok, jó étvágyat, és megmutatom, hogy hogyan készíthettek olyan csomagolást, amitől minden kis bombon külön egyéniséget fog kapni. Petőfisek, figyeljetek, mert ezt az egészet nektek fogom csinálni. Az egésznek a lényege az, hogy ezekből a gyönyörű papírokból ilyen kis négyzeteket gyártsunk. Ide a közepére a bombon, megfogom a négy sarkát, és itt elkezdem óvatosan csavarni, de úgy, hogy ne essen szét a bombon. Papír, bombon, négy sarok, és csavar. Hello, szia, segíthetek? Hát, hogyha nagyon szeretnél. Én is, hogy segítsek. Fiúk, felelem, mindketten segíthetek. Ne aggódj. Ha gondolod, segítek, majd leszállni is. Sőt, ha gondolod, mögéd is lehet, nagyon jó volt. Ja, de aranyosak vagytok, jó, majd meglátjuk. Köszönöm szépen. Igen. Mira, hol vagy? Elaludtál? Mi? Dehogy is. Miért kérdezed? Azért, mert nem vagy itt. Hol? Hát, ahol megbeszéltük, hogy találkozunk. Hol találkozunk? Jó, Mira, hogyha 15 percen belül nem vagy itt, akkor feledd el a lovaglást. Mi? De mi mindjárt ott vagyok. Egy perc. Jó, az azért meglepne. Nem lesz gáz, csak kérdád őszintén. Most kell vagy sem, néha meredek a műsor, várj. Nézd csak meg jól, a tükrön át, ez az alak nem is furcsa, csak más. Így most jó, gyere te most magad oda, lesz majd kinek elakad a szava. Így most szép, gyere ne siess, hogy haza soha, ott csak vár az üres szoba. Őrült ez jó lesz megszokni, csak meg így álmodni, s mind mégis fáj azt eldobni. Kell egy új cél, a forrót majd én. Kell egy új cél, a holnap nagy érzés belefér. Egy új élmény, ne
nincsen ez a hiba. Nem lesz gáz, csak én rá őszintén. Csak gyere és érezd le.